merre járunk? Nem tudom. Inkább a lovakat kérdezd. Ők tudják. Vak vagy? Az bizony. De a lovak ismerik az utat. Egyet csöpé. Látlak én téged. Ragnar Lodbrok. Látlak én. Mikor érünk el a királyhoz? Holnapig biztosan nem. Úgy legalább még egy napba telik, hogy utolérjen a halál. De az istenekkel együtt tévedtél, hisz én vezéreltem sorsomat. Én jelöltem ki életemet és halálomat. Én! Nem te, sem az istenek, én! Én akartam idejönni, meghalni. Ha hiszel benne, igaz is számodra. A sok talányos jóslat. Mit sem jelent valójában. Ahogy sok módon értelmezhetők szavait. Hogy nem nyújtanak sem vigaszt, sem tudást. Csupán összezavarnak. Az úgynevezett proféciáid veszélyesek. Hogy? Lagertának azt mondtad, nem lehet többé gyermeke. Mégis várandós lett, csak hogy szavaid okán. Veszélybe sodorta a gyermekét. És ha nem kért volna jóslatot, ha úgy gondolja, megmarad a kisded, pihent volna és megóvja őt. És most talán büszke anyja lehetne egy egészséges gyermeknek. Oly nagyon vágyott erre, mindennél jobban. Erre elé tártál egy végzetet, és ő megteremtette. Talán az volt a végzete, hogy azon gyermek épp úgy távozzon, ahogy megtörtént. És ha mégsem? És ha mégis? Nem hiszek az istenek létezésében. Az ember önnön sorsának ura, nem az istenek. Őket az ember teremtette, hogy olyan válaszokkal szolgáljanak, amiket félünk megadni. Igazad lehet, Ragnar Lodbrok. Én csupán látó vagyok. A holtak között jártam lent a mélyben. Pusztán keresem a tudást, és meg lehet tévedtem.